Tegnap olyan jó volt ez a felállás, hogy téged masszírozott a bocu, és közben meg engem a jó kis kozmetikumokkal kezelt Vivi. Igazi kényeztetés volt a bőrömnek. És jó érzés volt utána, valóban? Hát, mivel azt mondta, hogy hagyjam rajta, hogy a hatóanyagok jól szívódjanak be, az nem volt jó érzés, hogy nem nyúlhatok hozzá. De miután délután végül is lemostam, utána isteni érzés volt. Tehát annyira más a tónusa, ezt nem lehet, nincsenek is igazából jó kifejezések rá, hogy mi az a különbség, amit érez az ember, amikor egy igazán jó kozmetikummal van kezelve a bőre. Hogy más a tónusa, más a tartása, de a tapintása is. Nagy fontosabb. Ma reggel azzal a szemérmetlen gondolattal ébredtem, hogy szépnek érzem magam. Tehát ez jó. Jó, bár... Én szépnek is látlak. Ó, drága vagy. De te elfogult vagy. Az biztos. De az, hogy mi az, hogy szépség, szerintem nagyon változó lehet emberenként. Meg biztos. Mit gondolsz szépnek? Igazából az, amit a magazinokon látsz, a szépségideál, az a népességnek egy töredéke. Nem és végül is ők uralják az ízlést. Mert az a sok szerencsétlen, aki nem úgy néz ki, beleértem magamat is, az annak kettő kisebbségi érzése van, és ez olyan... Nem vagyunk szerencsétlenek, szerintem mi átlagosak. Inkább csak azzal a gondolattal tényleg megnyomorítjuk magunkat, hogy nem vagyunk tökéletesek. Hogy nem vagyunk elég szépek. A múltkor láttam a Facebookon egy videót, kisgyerekeket kérdeztek meg, képzeld el, hogy te mit változtatnál meg magadon? És valószínűleg azt mondták, hogy semmi. Semmit. Teljesen értetlenül álltak a dolog, hogy miért van, hogy bármit megváltoztatok magam. Miért van, hogy szükséges. Ja. Igen, hát úgy vagyok jó, ahogy vagyok. És így születünk, hogy kiskorunkban azt gondoljuk, hogy így vagyunk jók, ahogy vagyunk. És milyen szuper lenne ezt így megőrizni. De egyébként az biztos, hogy én többször gondoltam már rá, hogy nem szeretnék egy más ember testébe lenni. Az én identitásom. De annyira megszoktam ezt, meg tudom, hogy hogyan működik, meg stb. Vigyáztam rá sok éven keresztül. Hát most is vigyázok fontos. Egy jó ideje. Meg szerintem a szépség az egyrészt ilyen elégedettség dolga is. Tehát az, aki mondjuk például én tegnap nagyon elégedett voltam ezzel a kezeléssel, és nagyon jól éreztem magam tőle, nem csak az, hogy most a bőröm másképp nézett ki, mert te mondtad, hogy te nem látsz különbséget. Hát nem láttam, bocsi. Semmi gond. De én éreztem különbséget. Aha. És magának ennek az elégedettségnek az érzése az, ami szerintem átsugárzik az emberen. Ahogy egy egészen idős arc is tud nagyon szép lenni, hogyha olyan szép gondolatok vannak mögötte, meg az a bölcsesség, az így átsugárzik. Jól ápolt mindenki tud lenni. Én most olvastam az Instán egy olyat, hogy azt hiszem Giorgio Armani mondta ezt az idézetet, hogy a stílus az nem pénzkérdése. Hát ugyanúgy az ápoltság sem igazából pénzkérdése, mert ápolt, na, az igény inkább az, hogy van rá igénye, vagy nincs. De ha már ápolod magad, akkor meg nekem legalábbis, mint nőnek, meg ilyen korú nőnek, az fontos, hogy ne akármit kenjek az arcomra. A múltkor az egyik kolléganőm nézegette az interneten így, előttem, hogy ja, és ez mennyibe kerül, valami 2 eurós arckrémet nézett, és mondom, mi lehet abba? Vajon mi lehet abba, hogy 2 euróért haszonnal úgy el lehet hát adni, hogy azon még keres a kereskedő. Tehát, hogy azért akármit nem kennék az arcomra, csak azért, mert az hú de olcsó. Szóval szerintem egy ilyen jó kompromisszumot kell kötni, hogy arcbőröd az egy van, és az egész testeden az arcod a leg kifejezőbb, vagy hogy mondjam, az a plakát rólad, hogy akkor arra már szerintem nem érdemes sajnálni, hogy az igazán jó hatóanyagokat kapja meg a megfelelő ápolást.